köszöntöm a Városi Televízió nézőit, ennek a Túri Hírmondót látják 2018. február 26-án hétfőn, a pontos idő 19 óra. Tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Boldog István a mezőtúri aláírás gyűjtésről. Csányi Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje is gyűjti az aláírásokat. A Magyar Szocialista Párt színeiben gyűjti az aláírásokat Rózsa Endre. Boldog István a körzet országgyűlési képviselőjelöltje is gyűjtötte az aláírásokat a mezőtúri piacon péntek délelőtt. Hangsúlyozta, ha Magyarország tovább halad a jelenlegi úton, akkor nem csak biztonságos ország lesz, hanem biztosítani tudja majd az emberek jó és nyugodt megélhetését is. Eddig mik a tapasztalatok a mai mezőtúri fogadóóráról? Nézd, nagyon jó a tapasztalatunk, sok problémát jeleztek, és nagyon sok aláírás kaptunk mind a minőtti Safepackhez a fiatalok, mind pedig az én támogatásomra nagyon sok aláírás kaptunk. Nagy öröm számomra, és nagyon köszönöm a lakosságnak, hogy már kedden közel 3000 aláírást le tudtunk adni, és most már támogató aláírásokat gyűjtünk, és kérek is mindenkit, hogy a támogató aláírójukat is írják alá, támogassanak bennünket. Magyarországot meg kell védjük Soros Györgytől, Soros Györgynek az embereitől, Soros Györgynek a brüsszeli embereitől, és Soros Györgynek a Magyarország embereitől, a magyarországi pártoktól, hiszen jól látható a Stop Soros törvénycsomag tárgyalásakor a Jobbiktól az MSZP-ig, az LMP-n át minden párt Soros György oldalára állt, és arra az oldalra állt, hogy ők már pedig nem támogatják a Stop Sorost, hanem lebontják a határzárat, leszedik a kerítést, és minden migránst, minden illegális bevándorlót ellenőrzés nélkül beengednek ebbe az országba, és ha kell, ha Soros György azt kéri, akkor akár 9 millió forintot is adnak nekik személyenként 2 év alatt, mert ők úgy gondolják, hogy ez jó Magyarország. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy nem jó Magyarországnak, és láthatólag a magyar emberek, a mezőtúrok is úgy látják, hogy Magyarországnak nem jó, hogy az illegális bevándorlókat ide be akarják engedni. Természetesen van még rengeteg feladat előttünk, sok probléma van. Utakat jeleztek, a Szarvasi utat, jelezték mezőtúri belterületi utat, hogy javítani kéne, hogy újítani kéne, de nagyon sokan azt is megértik, hogy mindent nem sikerült elintézni még az elmúlt 8 esztendőben. 2010-ben egy csődhelyzet előtt álló országot vettünk át, ami Görögország szintjén volt, ma pedig azért mégiscsak az összes mutatónk alapján az európai élmezőnyhöz tartozunk, és ha ezen az úton tudunk tovább haladni, akkor nyilvánvaló az, hogy ez nem csak egy biztonságos ország lesz, amilyen ma, hanem ez az ország tudja biztosítani az itt élő állampolgároknak a nyugodt, jó megélhetést is. Ezt az utat szeretnénk folytatni, ehhez kapunk nagyon sok támogató aláírást, azt én nagyon köszönöm még egyszer a lakosoknak. Ők is érzik, amit mi érzünk, hogy nekünk Magyarország az első, nekünk az az első, hogy a magyarok, a magyar nemzet itt a Kárpát-medencében éljen, itt a Kárpát-medencét töltse meg. A egész térségben az a jellemző, mint a mi mezőtúron? Igen, az egész térségben gyakorlatilag én ma már az elmúlt napokban minden településen jártam, szinte mindenhol gyűjtöttem aláírást, személyesen is, a segítőim is, nagyon-nagyon sok aláírás kapunk. Tehát mi gyakorlatilag 10 000 aláírás körül járunk, nem számoltuk, de körülbelül ott járunk. Naponta több ezer aláírást szedünk össze. Azt látom, hogy nagyon nagy a támogatottság. Még egyszer mondom, természetesen nem azt gondolják az emberek, hogy mindent jól csinálunk, és mindennel abszolút elégedettek, mi sem gondoljuk azt, nagyon sok probléma van még, nagyon sok megoldandó feladat van, de egyben mindenkivel egyetértünk, hogy Magyarországon ma csak a Fidesz-KDNP képviselő, csak a Fidesz-KDNP által képviselt kormány Orbán Viktor vezetésével az, aki magyaroknak tudja biztosítani a biztonságot, mi vagyunk azok, akik nem akarjuk lebontani a határkerítést, mi vagyunk azok, akik nem akarják beengedni az illegális bevándorlókat, sem délről a keletről érkezőket, sem a Brüsszel által ide tolni akart illegális bevándorlókat. Szerintem ez a legfontosabb kérdés, a választás tétje az,
hogy Magyarország megmarad-e Magyarországnak, vagy pedig bevándorló országgá válik. Mi soha nem fogjuk ezt engedni. Én személy szerint, amikor Balogh Zoltán a fórumot tartottunk, ott is elmondtam, hogy én személy szerint soha nem fogok olyan törvényt megszavazni, és soha nem egyezem bele abba, hogy illegális bevándorlók Magyarországra telepedjenek. Nekünk, a Fidesz-KDNP politikusainak ez a legfontosabb, és az, hogy építhessük tovább ezt az országot, nem mindenféle lázámokkal és nagy ígéretekkel, hanem lépésről lépésre, ahogyan ezt eddig is tettük. Csányi Tamás, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje is a Mezőtúri piacon gyűjtötte az aláírásokat péntek délelőtt. Kiemelte, hogy tapasztalatai alapján sokan elégedetlenek a városvezetéssel és a kormánnyal, majd hozzátette, hogy az aláírásokat is szép számmal sikerült gyűjteniük. A mai Mezőtúri aláírásgyűjtésről eddig mik a tapasztalatok? Nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöttünk, reggel 8 óra óta vagyunk kint a piacon. Gyakorlatilag a standunkat alig tudtuk fölállítani, úgy jöttek az emberek és aláírtak. Úgy gondolom, hogy eléggé elégedetlenek a mezőtúri lakosok a mostani városvezetéssel, akár a kormánnyal is, hiszen nagyon sok kritikai hang fogalmazódott meg a standunknál, és közben gyűltek természetesen az aláírások is szép számmal. Ezt szerettem volna kérdezni, egyfajta fogadó órával is felér, tehát milyen problémákkal fordulnak ide az emberek? Hát ez egy ugye nagyon bonyolult szituáció, leginkább a belterületi utak kerültek most szóba, ugye az időjárás olyan, hogy némely földút gyakorlatilag járhatatlanná vált már Mezőtúron. Ugye ezt tudni kell, hogy körülbelül 100 kilométernyi belterületi útból körülbelül 30 kilométernyi földút van Mezőtúron, ami szerintem kuriózum ebben a viszonylatban. Én azt gondolom, hogy ezen nagyon sürgősen változtatni kell, és én gyakorlatilag az országgyűlési programomban is, a jelölti programomban is ezt egy nagyon fontos feladatnak tűztem ki, célul tűztem ki, hogy ezen változtatni kell, és változtatni fogunk a Jobbik kormány idején. Mi az az utakon kívül, ami még nagyon fontos ebbe a térségbe, hogy fejlődjön? Hát az utakon kívül mindenképpen, ami problémaként jelentkezik, a minőségi munkahelyeknek a megléte. Ugye többen közmunkán, vagy még azon annál kevesebb nyugdíjból kénytelenek megélni. Telefonokat is kapok ezügyben, úgyhogy ezek olyan égető problémák, amelyek az emberek mindennapjait jelentősen befolyásolják. Egy közmunkás fizetésből megélni, családot fenntartani, rezsit fizetni, akár hiteleket fizetni, gyakorlatilag képtelenség. És sajnos én azt látom, hogy ez nagyon komolyan az életminőség rovására megy. Ön elégedett az eddigi aláírás száma? Igen, abszolút elégedett vagyok a számokkal, mi még nem adtuk le az éveket, hiszen amit fölvettünk, azt mindet szeretnénk telegyűjteni. Nem is vettünk föl sokat egyébként, tehát nem erre használjuk az időt, illetve hát erre is használjuk az időt, de nem ez a végső célunk, tehát nem az aláírásgyűjtéskor kell győzni, hanem majd április 8-án. És akkor egy utolsó kérdés, mi április 8-ának a tétje? Április 8-ának a tétje teljesen egyértelmű a számunkra. Az, hogy vagy jön egy tisztességes kormányzás és jó irányba tereli a Magyarországon lévő dolgokat politikailag is, és a közélet tekintetében, illetve akár még gazdasági szempontokat is figyelembe vehetünk, vagy pedig marad ugyanez, sőt, adott esetben rosszabbá válhat a korrupció, természetesen ugye meleg ágya a mostani kormányzásnak alapvető együttjárója, illetve az, hogy az egészségügy, a nyugdíjrendszer gyakorlatilag abszolút reformálásra. Én azt hiszem, hogy egy Jobbik kormánytól ezt el kell, hogy várjuk majd. Aláírásokat gyűjtött Rózsa Endre is, az MSZP országgyűlési képviselőjelöltje, aki elmondta, 4 évvel ezelőtthöz képest gyorsabban és több aláírás gyűlt össze. Véleménye szerint általános a kormányváltó hangulat, és azt is hozzátette, hogy hatalmas tétje van az április 8-ai választásoknak. Mai mezőtúri aláírásgyűjtésről mik a tapasztalatok? Azt mondhatom, hogy talán megfogalmazhatjuk, hogy az egész választókerületünkben a hétfő óta tartó aláírásgyűjtésnek nagyon jók a tapasztalatai. 4 évvel ezelőtthöz képest gyorsabban és több aláírást tudott összegyűjteni a baloldali szövetség. Azt gondolom, hogy reményt keltő a helyzet mindenképpen. Rengeteg olyan véleménnyel találkozunk, hogy elegük van az embereknek ebből a kormányzásból. Nagyon sokan írnak alá, és a terveink szerint történt ez az aláírás.
aláírásgyűjtés, ami azt jelentette, hogy már a második nap összegyűjtöttük azt az 500 aláírást, ami ugye az egyéni jelöltséghez szükséges. Hát a terveink szerint haladt az aláírásgyűjtés a választókerület egészében. Összegyűjtöttük tegnap este, illetve még ma reggel, ma délelőtt gyűjtjük össze a segítőinktől a választókerület számos településéről az aláírásgyűjtő íveket. A mai nap folyamán reggel egyébként Törökszent Miklóson a választókerület központjában már egy jó adag ívet leadtunk, és a maradékot is a mai nap folyamán eljuttatjuk a jegyző úrnak, aki ugye az országos választási szabályok értelmében az egyéni választókerületi választási irodának a vezetője. Úgyhogy azt mondhatom, hogy egy nagyon reményt keltő 5 napon vagyunk túl, és bizakodással tekintünk április 8-a elébe. Akik ide jönnek önökhöz, azok nagyrészt milyen problémákat fogalmaznak meg? Én azt látom, hogy általános az a hangulat, hogy váltani szeretnének az emberek. Azt mondják, hogy aki ma még gondolkozik azon, hogy elmenjen-e szavazni, az egyáltalán nem elégedett a mai kormányzással. Aki már eldöntötte, hogy a jelenlegi kormányra szavaz, az vélhetően ott is lesz a választáson. Éppen ezért van annak nagy jelentősége, és ezt sokan mondják nekünk, hogy minél többen elmenjenek szavazni, hiszen ha sokan elmegyünk szavazni, akkor legyőzhető a Fidesz. Tehát ez egy olyan gondolatkör, amit nagyon sokan megfogalmaznak. Illetve hát rengeteg egyéni problémával fordulnak hozzánk, térségi problémákról is beszélnek. Azt lehet látni, hogy az elmúlt 8 évben, aki korábban szegény volt, az még szegényebb lett, a szociális rendszert leépítette a kormány. Éppen ezért mi egy olyan markáns baloldali programmal indulunk neki a választásnak, ami milliók sorsán tud segíteni. Ez tartalmaz minimálbéremelést, tartalmazza a minimálbér adómentessé tételét, ahogy az korábban 2010 előtt volt, aki alacsonyabb keresettel rendelkezik, annak adójóváírást lehet majd igénybe vennie, de akár beszélhetnék arról is, hogy az első diplomát ingyenessé kívánjuk tenni, ne azon múljon egy fiatalnak a sorsa, hogy a családja tehetőse vagy sem, hogyha neki megvan a maga tehetsége hozzá, akkor jusson állami támogatása a diplomához. Emelni szándékozunk a családi pótlékot, és hogyha az idősebb korosztályokról is néhány gondolatot mondhatok, a nyugdíj minimumot a duplájára kívánjuk emelni, ugye a mai 28.500 forintról 57.000 forintra, 13. havi nyugdíjat ismét szeretnénk a nyugdíjasoknak adni, és a 100.000 forint alatti nyugdíjakat fokozatosan szeretnénk felzárkóztatni. Hát azt gondolom, hogy rengeteg egyéb vállalás van, talán ezek a legfontosabbak, amiket most kiemeltem, és ez bizony találkozik nagyon sokaknak a véleményével, akikkel az elmúlt 5 napban találkoztunk az aláírásgyűjtés során. Ön szerint mi az idei választásnak a tétje? Nagyon nagy tétje van az idei választásnak, hiszen a Fidesz 8 éve kormányoz, hogyha netán folytathatja a kormányzást, ami ellen mi mindent megteszünk, akkor tovább folytatódik a szegényebb rétegek leszakadása, hiszen láthatjuk, hogy ennek a kormánynak a felső középosztály és az annál gazdagabb rétegek a fontosak. Éppen ezért van arra szükség, hogy azok a milliók, akiknek a sorsuk rosszabbá vált 2010 óta, azok megértsék, hogy most bizony el kell menni szavazni, és támogatni kell azt a baloldali jelöltet minden választókerületben, aki ezt a markáns baloldali programot képviseli, aminek az elemeiről előbb beszéltem. Nagyon nagy tétje van tehát a választásnak, ezért kérünk mindenkit, hogy menjenek el minél többen szavazni április 8-án. Kedves nézőink, Önök a Túri Hírmondót látták. Friss hírekkel holnap is várjuk majd Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!